Nem baj. Lenéltem? Nem kell. Jó, a BBS-41 kavitációs gép ebben a dobozban érkezik, melyet felülről kinyitva egy kavitációs fejet találunk benne, valamint egy tápkábelt. Ez a két alkatrésze van a gépnek. A gépet kiemelve és a műanyag csomagolásból kiszabadítva gyakorlatilag egy perc alatt üzembe helyezhetjük. A kavitációs fejet a gép hátulsó részébe lehet ezen a ponton csatlakoztatni. Elrontani nem lehet, az aljzat az nagyon adott. Az aljzat alsó kivágott része legyen a csatlakozási hely alja felé nézve. Egyet kattan, amikor biztosan csatlakozik. Ezután következik a tápkábel csatlakoztatása, ami hasonló egy számítógép kábeléhez. Ezt értelemszerűen csatlakoztatjuk a fennmaradó csatlakozási helyhez. Majd konnektorba dugjuk. És a hátsó piros kapcsolóval pedig áram alá helyezzük a készüléket. A készüléken, amit állítani lehet, az az idő, ami alapértelmezette 30 percen van. Azt a jobb oldali le és felfele nyilakkal lehet állítani arra az időre, amire mi szeretnénk. Egy ideális kavitációs kezelés általában 20 perc. A gép elindításához a bal oldali start gombot kell megnyomni. Ekkor kisebb hűtési zaj mellett is hallhatjuk, hogy a gép elindult, a kavitálás megkezdődött. Azzal a gombokkal, amelyekkel az, még a kavitálás előtt az időt állítottuk be, jobb oldalon, a fölle gombokkal, vagy kurzorokkal lehet a kavitálás erejét felfelé állítani. Tízes a maximális erő. A kavitációs fejjel lehet egy enyhe nyomást, illetve bizsergést érezni, valamint egy finomabb csípoló hangot hallani működés közben. A csípoló hangot általában csak az hallja, akit kezelnek, de sokszor lehet hallani alapvetően külső fülnek is. Jó, a mód gombot megnyomva lehet a kavitálásnak a módozatát állítani, vagy ütemezett kavitálás van, ami a mélyebb zsírok pusztítására alkalmas, vagy állandó kavitálás, ami a felszíni zsíroknak a pusztítását hivatott végezni. Általában az ütemes kavitálást
Tehát a kavitálás szünet, amikor villog is, ugye ez a kis visszajelző lámpa, ezt érdemes használni. A gyakorlatban ezt szokták használni. Ami a fokozatot illeti, 10-es fokozaton nyugodtan végezhetjük a kavitálást, ha csak nem találkozunk olyan vendéggel, akinek 2-3 cm-nél kisebb zsírrétege van. Ott vegyük lejjebb az erőt. Jó, megállítani meg tudjuk a gépet ugyanúgy a start gomb megnyomásával, majd ugyanazzal újra is tudjuk indítani. Közben, működés közben tudjuk az erősséget is állítani. Gép áramtalanításához pedig ugyanúgy csak a hátsó gombot kell lenyomni.